Sziasztok! Ebben a videóban Kápráz termékekből álló Ronirig elkészítését szeretném bemutatni. Szükség lesz hozzá Baitbraid-re, 25 librás clear water fluorocarbon zsinórra, 0,6 mm-es crimpre, illetve a fogóra. Egy darab 6-os méretű predátor horogra, zsugorcsőre, speciális forgókapocsra, gumiütközőre, illetve mikroforgóra. Legvégén pedig egy 14 mm-es Scope Squid pop-upra. Első lépésként levágunk egy 15-16 cm-es zsinort. A zsinort átvezük a crimp egyik oldalán, majd a szabadon maradt oldalra visszabújtatjuk a zsinort. Beállítjuk a megfelelő hurok nagyságot. A krimpfogó segítségével fixáljuk a krimpet. A fölösleges zsinórrészt levágjuk. Ugyanezt a folyamatot megismételjük a másik oldalon, annyi különbséggel, hogy a forgókapcsot belefűzzük a hurokba, ezt szintén fixáljuk. Jöhet a horog, amire felfűzzük a zsugorcsövet, majd beleakasztjuk a forgókapocsba. Öngyújtó segítségével rámelegítjük a zsugorcsövet a horogra és a forgóra. Ezután a mikroforgó következik, amit egy gumiütközővel ütköztetünk meg. Ezek után már csak egy darab Baitbraid-et fűzünk a mikroforgóba, amire felrejtjük a pop-upot, levágjuk a felesleges zsinórrészt, és a végét elégetjük. És kész is a tavaszi rapid horgászatok nélkül összetetlen előkéje.